Kérdem hát én, tényleg megéri egy ilyen költőt is tréteni? Ezen gondolkozzatok el. Köszönöm a figyelmet. Éppen egy vádbeszéd hangzik el az egyik feladatban, melyben az idei évfordulós Ady Endre művészetét kellett górcső alá venni. Én azt gondolom, hogy a nyelvhasználat és a nyelvi kultúra emelése az a napi munkában is fontos, ez meg nyilván a koronája egy ilyen éves folyamatnak. Másrészt mindig nagyon jó megidézni azokat a szerzőket, azokat az alkotókat, akik nagyon magas színvonalon és művesen használták az anyanyelvüket. Az előzetes megmérettetést követően 10 csapat jutott az idei Lázár Ervinről elnevezett verseny döntőjébe. Tanc Tünde, a verseny zsűriének elnöke azt mondja, minden évben örömmel tapasztalják a kreativitást és a kommunikációs készség széles tárházát az ideérkezőkben. Azokat szólítja meg, akiknek amúgy is van ehhez érzékük és van motiváltságuk. Lehet, hogy alkotóként is valamilyen módon már foglalkoznak a nyelvvel. A verseny népszerűségét jól tükrözi, hogy több olyan csapat is van, akik nem először jutnak el a szekszárdi döntőbe. Ilyen a Madách Gimnázium vagy a Németh László Gimnázium Budapestről. A versenyt végezetül a Madách Gimnázium csapata nyerte.